Köszöntöm Önöket, ez a Pannon TV híradója, Király Noémi vagyok. Május 26-a van Fülöp névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Nemzetek főzőversenye kis piacon. Egy év alatt 22 új szülött jött világra Bajsán. A szabadkai főkonzulátuson már átvehetőek a szavazási levélcsomagok. Szerbia szerte megelőző szűrővizsgálatot szervezett az egészségügyi minisztérium. Választások 2024. Hatalmas tömeg, finomabbnál finomabb fogások és remek hangulat. Ez jellemezte a 15. Nemzetek főzőversenyét. A kispiaci eseményen vajdasági, felvidéki, erdélyi és magyarországi szakácsok mérték összetudásukat. Pörkölt babgulyás töltött káposzta, kakashússal töltött ravioli. Csak néhány étel különlegesség azok közül, amelyek elkészültek a 15. Nemzetek főzőversenyén. Az esemény fő célja, hogy a látogatók ízelítőt kapjanak a Kárpát-medence különböző régióinak jellegzetes ételeiből. Idén is sok fiatal vett részt a megmérettetésen. Főzzük egy kakaspörköltet, az hát ilyen házi, családi alapokból készül. Egy kakasos raviolit, aminek a tésztája spenótos, és ilyen kakas hús, kakas mellével van megtöltve. Meg készítünk még saját házi pitát, amit itt sütünk meg, és tépet hússal, majd zöldségekkel tálaljuk. A főzőversenyt a Mozgalom Kispiacért Polgárok Egyesülete és Kispiac Helyi Közösség szervezte meg. Idén több mint 40 csapat jelentkezett. A verseny fődíja egy makarszkai nyaralás. A főzőknek igencsak igyekezni kell, mert én azt gondolom, hogy kecsegtető a fő nyeremény, és ez ritkaság a mai világban. Bízunk benne, 40 csapat fölött vagyunk, és főképp a környező település önkormányzatunk területéről, de a Homokhátság területéről is Hajdújárás, Rudas és Királyhalom is itt van. Ugyanakkor külföldről érkeztek a horvátországi Csúzza, tehát Drávaszögről, Felvidékről, Dunaszerdai mellett egy nagyon szép kis település, Nagymad, Erdélyből, Kányát községből. A Pannon reggeli csapata is jelen volt a rendezvényen. Fakanál helyett egyelőre csak mikrofont ragadtak magukhoz, hiszen különleges vasárnapi műsorukat a főzőverseny helyszínén készítették. Ugye itt egész nap programok vannak, elsősorban ezeket népszerűsítjük, ezekről beszélgetünk ebben a két órás műsorban, valamint a fellépőkkel, a szervezőkkel, azokkal az emberekkel, akik ide utaznak akár több ezer kilométert is, hogy részt vegyenek a kispiaci főzőversenyen, az ízek világ találkozóján, ezt egyébként mi találtuk ki, köszönöm, és emellett persze jövőre is népszerűsíteni a rendezvényt, minden évben töretlenül népszerű egyébként a Nemzetek Főzőversenye. A kispiaci 15. Nemzetek főzőversenyét Fejsztámer Róbert nyitotta meg. Magyar Kanizsa polgármestere, mint mondta, a népes főzőverseny a közösség erejét szimbolizálja. Nagyon fontos az, hogy ez a közösségerősítés, ezek a programok, ez a pénzügyi háttér, ez a támogatási rendszer, ez megmaradjon, ezért is fontos a június 2-a, ezért nem lehet legyinteni a június 2-ai önkormányzati választásokra, hogy az úgyis csak helyi szint, valójában maga a helyi szint áll legközelebb a polgárokhoz, áll legközelebb azokhoz a problémákhoz, amikkel a polgárok rendelkeznek, és amiket meg kell oldani, és ezért úgy gondolom, hogy mindenkinek, akinek fontos a saját települése, fontos a saját községe, vagy éppen maga a közössége fontos, hogyha például külföldön lakik, tanul vagy dolgozik, de a helyi közössége, ami ahonnan származik, fontos számára, akkor biztosan ki kell menni június 2-án és szavazni. A Nemzetek főzőversenyét a kispiaci vásárral egy időben rendezték meg. A szervezők emellett gazdag művelődési műsorral is készültek a kispiacra látogatóknak. A falu elismeréseinek átadásával, közös főzéssel, kultúrműsorral, mulatozással ünnepelték Bajsán a falunapot. Egy év alatt 22 újszülött jött világra Bajsán, számukra babacsomagot adott át a helyi közösség. A helyi közösség udvarán ünnepelt a falu apraja nagyja a Bajsai falunap alkalmából.
A civil szervezetek sütöttek, főztek, várták vendégeiket, a gyerekeket arcfestés is várta. Mi szeretünk itt nagyon Bajsán élni, nagyon sok lehetőség van a kisgyerekeknek is, nagyon előszeretettel járunk a játszótérre, és előszeretettel járunk el az ilyen rendezvényekre, ahol több gyerek is van, barátkozni tudnak a szülők is, a gyerekek is. A falu köszönő levelét Bacsa Zoltán, a Szegi Lajos Ifjúsági Sakklub csapatkapitánya kapta. Két évvel ezelőtt bejutottunk a második ligába, és ott mindjárt repülőrajtot vettünk, és ott elsők lettünk, és most bejutottunk az első ligába. Ez a bajsai klubcsapatok történetében a legnagyobb siker. Faluplakettet a Magyarországi Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesületnek nyújtottak át a helyi etno-hagyományápoló kézművesek körével való 20 éves szakmai együttműködésért és támogatásért, a magyar kultúra megőrzéséért a településen. A falu díszpolgári címét Báder Miklósné Fehér Veronika, a Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület tagja, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke kapta. Nagyon sok közös programunk volt, amely kifejezetten a hagyományőrzésre, a helyi értékek felkutatására, újratervezésére irányult, és hát minden erőnkkel a jövőben is azon leszünk, hogy ez a fajta kapcsolat ilyen módon szakmai jellegű legyen, erősödjön a szakmai, de természetesen azok az emberi értékek és emberi barátságok is maradjanak meg, amit magunkénak tudhatunk. 14 kisfiú és 8 kislány született az elmúlt falunap óta Bajsán. A hagyomány szerint ajándékcsomaggal köszöntötték őket, valamint a legjobb tanulmányi eredményeket elért diákokat is jutalmazták. A helyi közösség azért dolgozik, hogy élhető környezetet teremtsen, hangsúlyozta Lackovics Károly tanácselnök. A leglényegesebb projektumok a kommunális projektumok, ami azt jelenti, hogy új vízhálózatra, egy új kutat akarunk rákapcsolni, a medencébe új kis medencét akarunk építeni, és hát természetesen az utcákat is mindig rendesebben szeretnénk karba tartani, hogy ezek a dolgok hasonlítsanak egy modern, civilizált falura, ahol az emberek jó élnek. A medence kiépítése, a labdarúgópálya és a közvilágítás felújítása is sikeres bajsai fejlesztések, melyeket továbbra is támogatni szeretnének, ahogy a helyi rendezvényeket is, hangsúlyozta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere. A Vajdasági Magyar Szövetség pontosan ezekért a dolgokért küzd és dolgozik, az erős közösségért és a szülőföldön történő boldogulásért, ahhoz pedig, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, arra szeretnék mindenkit kérni, hogy június 2-án szavazzon a Vajdasági Magyar Szövetség listájára, és itt Topolya községben karikázza be az egyes számot. A faluházban megnyílt a helyi és a hevesi kézi munkázó csoportok közös kiállítása, valamint az amatőr festők tárlata. A gazda kultúrműsor keretében bemutatkoztak a helyi óvoda, iskola növendékei, valamint a néptánc és népdal csoportok. Az Iverek-Lajkovac közötti gyorsforgalmi út, amely összekapcsolja Vágyevót a Milos-Veliki autópályával, új befektetőket vonzhat a településre, ezáltal új munkahelyek teremtődhetnek, mondta Alekszandar Vucsics vágyevói kampánykörútján. A szerb államfő hozzátette, más jelentős beruházások is történnek majd Vágyevó területén. 3 fejlesztésre tett ígéretet. Egyik egy sportcsarnok kiépítése Vágyevóban, a másik, hogy jövőre elkezdődnek a Vágyevó-Montenegrói határ közötti vasút felújítási és építési munkálatai, a harmadik pedig a helyi kórház épületének felújítása. Ono što je moje obećanje za Valjevce i to sam rekao i posljednji put na otvaranju fabrike, to je da ćemo uraditi, samo da čujete, zato što ovo ogroman novac i ovo nije malo, ovo je jedno od najvećih obećanja tokom cele kampanje u Srbiji, da ćemo uraditi rekonstrukciju bolnice, dogradnju bolnice i u potpunosti opremiti. Samo da biste imali u vidu. To je negde na današnji dan oko 110 miliona evra. Svakako jedna od najvećih investicija države uz autoput i brzu saobraćajnicu. Választások 2024.
A szabadkai főkonzulátuson már átvehetők a szavazási levélcsomagok. Magyarország belgrádi nagykövetségén hétfőtől vehetik át a választópolgárok a szavazási levélcsomagjaikat. Azok a magyar állampolgárok kaphatják meg így a június 9-i európai parlamenti választásra vonatkozó szavazási levélcsomagjukat, akik nem rendelkeznek magyarországi vagy más uniós tagállambeli lakcímmel. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, névjegyzékbe vett magyar állampolgárok a június 9-i európai parlamenti választásokon levélben szavazhatnak. A szavazási levélcsomag kizárólag a választópolgár által előzetesen megjelölt helyszínen és módon vehető át. Azok a Szerbiában élő magyar állampolgárok, akik a kérelemben azt jelölték meg, hogy Magyarország valamely szerbiai külképviseletén szeretnék átvenni a csomagokat, azok ezt személyesen a szabadkai főkonzulátuson vagy Magyarország belgrádi nagykövetségén tehetik meg. A szabadkai főkonzulátuson június 8-áig minden nap 6-tól 20 óráig, és az EP választás napján június 9-én 6-tól 19 óráig, míg a belgrádi nagykövetségen május 27-e és június 7-e között munkanapokon 9-től 16 óráig, és június 9-én 6-tól 19 óráig vehetők át a szavazási levélcsomagok. A szavazási levélcsomag személyes átvétele során a választópolgár személyazonosságát érvényes magyar vagy szerb személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel köteles igazolni. Amennyiben a szerb személyazonosító okmányon és az átvételi jegyzéken szereplő személyes adatok eltérnek, úgy az eltérés tisztázása érdekében további dokumentumok, például lakcímkártya vagy honosítási okirat bemutatása válhat szükségessé. A választási levélcsomagot személyesen kell átvenni a korábban megjelölt helyen, visszajuttatni a szavazatot azonban már nem kötelező személyesen. Nem kell tovább más városrészbe menniük a szabadkai Pestcsara helyi közösség lakosainak, ha közkútról szeretnének ivóvízhez jutni. Üzembe helyeztek ugyanis egy közkutat ebben a városrészben. A helyiek üdvözlik a fejlesztést és remélik, hogy az nem lesz a rongálók célpontja. A szabadkai Pestcsara helyi közösségben jórészt nincs kiépítve a vízvezeték hálózat, így a helyiek örömmel fogadták, hogy átmeneti megoldásként közkút lett kihelyezve ebben a városrészben. Én örülök neki, mindjárt mi állsz hazajött a férjem, mindjárt mondtam, hogy tudod, hogy mi lesz itt? Szerintem, mondom, hogy rendes kút, mondom, ivóvíz lesz. Hú, azt mondja, az jó lesz, azt mondja. Hát mindennek az ember örül, hogy ne... ezt fontos, na hát, vagy a víz nélkül nem lehet élni. A közkút a Josip Kolumbó utcában található. A helyiek kezdeményezték, hogy ugye még nem épül ki nagyobb arányban, vagy nagyobb százalékban vízvezetékhálózat ebben a helyi közösségben, addig is legyen elérhető jó minőségű ivóvíz, úgyhogy ez az közcsap itt azért van, illetve helyeztük mellé egy padot is. A Pestcsara a legfejletlenebb városrészek közé tartozik Szabadkán. A vízvezeték és szennyvízhálózat fejlesztésén dolgozni kell, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. Legfontosabb az ivóvíz, tehát az ivóvíz hálózat bővítése. Többször mondtam az elmúlt hetekben, hogy a vízművek közvállalat meg fog az év végén szabadulni egy 200 millió, évi 200 millió dináros tehertől, egy hitel törlesztő részleteitől, úgyhogy azt mind az ivóvíz hálózat bővítésének a beruházásaira fogja a jövőben tudni fordítani, úgyhogy a Pestcsara helyi közösség területén is bővülni fog az ivóvíz hálózat. Az ivóvíz után a szennyvíz csatorna a legfontosabb, meg hát az aszfalt, itt rengeteg a kiaszfaltozatlan utca, elkészültek a tervek például a Koperi utcára, illetve a Csépe Imre utcára, ezekben az utcákban lehet számítani a legelőször beruházásokra majd itt a Pestcsara helyi közösség területén. Dr. Pásztor Bálint arról is beszélt, hogy a korábban kiépült kettes kollektor lehetővé teszi majd a közeljövőben, hogy a Pestcsara helyi közösség is csatlakozzon a szennyvízhálózatra. Szerbia szerte preventív, azaz megelőző szűrővizsgálatot szervezett az Egészségügyi Minisztérium. Zentán 8-tól 17 óráig fogadták a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Már a kora reggeli órákban gyülekeztek a zentai egészségház várótermében a szűrővizsgálatra érkezők. Éltem a lehetőséggel, hallottam az információt, hogy lehet ilyen szűrővizsgálatokat csinálni, és akkor mondom,
meg teszem azt a saját érdekembe. Milyen vizsgálatokon vett ma részt? Volt vérvétel, akkor szív, dok, szívorvos megvizsgált, és akkor kikérdezett, hogy milyen panaszaim vannak. A felnőttek mellett a gyermekek pediátriai vizsgálaton vehettek részt, mely főként a gerinc, a lábfej és a mozgásszervrendszert vette górcső alá. Vérvételes vizsgálatok lesznek, ahol a pajzsmirigyet, vérképet, cukorértékeket, az 50 év fölötti férfiaknak prostata hormonokat nézünk, sőt azokat a betegeket, akiknél tüdőgyógyászatilag leletet találunk a tüdejükön, vagy pedig 50 év fölöttiek és dohányzó emberek, akkor őket tüdőröntgenre is elküldjük, amit a radiológusok leírnak, és utána az esetleges további kivizsgálást folytatjuk a jövő hét folyamán. Az Egészségügyi Minisztérium az egészségházakkal karöltve szeretné felhívni a figyelmet a prevenció fontosságára és a megelőző orvosi vizsgálatok szükségességére, mert ezáltal a legtöbb betegség sikeresen kezelhető. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Zárónapjához érkezett a Palicsi Folk Music Fest. Elrajtolta Roland Garros, Novak Djokovic kedden kezdi meg a küzdelmeket Párizsban. Választások 2024. Gazdag több napos programmal ünnepli Bácskos útfalva a falunapot, melynek központi eseményét szombat este tartották a helyi színházteremben, ahol bemutatkoztak a falu tehetségei. A település életében meghatározó szerepet játszó személyek, civil szervezetek munkáját faludíjjal jutalmazták. Zsúfolásig megtelt a Bácskos útfalvi színházterem a falunapi ünnepség alkalmából. A helyi közösség ebben az évben is díjazta a kiemelkedő társadalmi munkát végző egyéneket, civil szervezeteket, amelyek több mint 20 éve tesznek a közösségért. Lestár Antunovics Karolina néptáncoktató, Bika Lajos nyugalmazott testnevelő tanár, a Tarka Virág kézi munkacsoport és Gulyás László okleveles közgazdász kapott falu díjat. Olá Tibor néhai tűzoltó parancsnok posztumusz elismerésben részesült, a díjat családjának nyújtották át. A közösségért tenni nem hobbi, hanem életvitel, jóleső érzés, hogy ezt a közösség értékeli, mondta Lestár Antunovics Kornélia. Hozzám tartozik, szabadidő, család háttérbe néha, mert ez fontos, és fontosnak is tartom. Ez látszik abból is, hogy közel 90 gyerekkel, 3 évestől a 23 évesig foglalkozom, heti szinten, minden hétvégén itt vannak, fontos nekik, eljönnek. Bácskos útfalvát a Kunságból és Jászságból érkezők telepítették újra 238 éve, és a helyi magyarság azóta is kitartóan őrzi ősei kultúráját és tesz a közösségért, mondta Pap László, a helyi közösség tanácselnöke. Annak örülök kimondottan, hogy az elmúlt napokban ugye több program is zajlott, és hogy kétszer is megtöltöttük a színházunkat. Mind a két alkalommal több mint 300-an voltak itt jelen, 340 körül, sőt a mai előadáson még álltak is, és a balkonon is voltak, tehát közel 400-an jöttek el, és ez nagy öröm számunkra, ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk. Bácskos útfalváról a Vajdasági Magyar Szövetség listáján 5 jelöltek az önkormányzati választáson. Többségük a fiatal generáció tagja. Folytatni szeretnénk azt a megkezdett munkát, ami az elmúlt 10, akár 20 év fejlődésében megtapasztalható volt a település életében, úgy kulturális, úgy infrastruktúrális fejlesztéseket tekintve. Én magam ifjúsági kérdésekkel akarok főleg foglalkozni, azon túl, hogy részt veszek a helyi közösség munkájában és, annak a kommunikációjában. De épp most ugye a falunapot ünnepeljük, az egyik következő nagyobb beruházás, fejlesztés az pont a színházat fogja érinteni majd, ugyanis a padlózat megújításra kerül. Bácskos útfalva a Kossuth szobrából és magából a neves történelmi személyiség lelkületéből merítette az elmúlt időszakban a kitartást és az elszántságot, melyre az elkövetkező időszakban is szükség lesz, mondta köszöntő beszédében Kerekes József, a pénzügyminisztérium államtitkára, a VMS alelnöke.
különösen itt Topolya önkormányzatban, ahol fontos, hogy megmaradjon a magyar érdekképviselet, mert tudjuk, hogy az előző időszakban a magyar közösség miket tett, és tudjuk azt is, hogy mire képes az összefogó magyar közösség, mert számunkra nem az ígérgetés, hanem az eredmények felmutatása a cél, és ezt tettük az elmúlt időszakban, itt Topolya községben is. Az Ady Endre Művelődési Központ szakcsoportjai, a helyi óvodások és az idősebb Kovács Gyula általános iskola diákjai léptek fel a Bácskosút falvi falunapi ünnepségen. Választások 2024. Záró napjához érkezett a Palicsi Folk Music Fest. A népzenei rendezvény gyermekkoncerttel nyitotta második napját. A zenés programot hagyományosan a Palicsi Vigadó teraszán szervezték meg. A kétnapos rendezvényt a Palicsi nyári színpadon zárják Zvonko Bogdan gála koncertjével. Már a koncert megkezdése előtt táncra perdültek a résztvevő gyerekek Palicson a Folk Music Fest második és egyben záró napján. Szép számban összegyűltek a fiatalok a szervező Juhász zenekar Tudom én már könyvbemutató koncertjére, melynek története egy juhász legény Kárpát-medencei körútját mondja el, aki végül vajdaságban találja meg boldogulását, mindez mesébe foglalva, népdalokkal és videókkal kiegészítve. A juhász zenekar egyébként már jól ismert a gyerekek körében. Kaptam a szüleimtől egy lemez tőlük, és Kanizsára menet mindig ezt hallgattam. Szerintem ez nagyon jó zenekar, szeretem őket. És a magyar népzenét azt miért szereted? Szeretem, népkörbe is járok. Szerintem érdemes megtartani a régi kultúrát. A tapasztalatok és a látogatottság alapján a magyar népzene egyre közkedveltebb a fiatalok körében. A fesztivál elsődleges célja is az, hogy a magyar népzenét közelebb hozzák a gyerekekhez, ráadásul a fesztivál által mindezt egy turisztikai központban tehetik meg. Jó, a zenekar az már 2009 óta készít gyereklemezeket, és hát mindig igyekszünk a fesztiválunkról, hogyha nem mi, akkor egy másik gyerekeknek szóló produkciót elhozni. Ugye tavaly itt volt Pár Gyurcsi, de másik években is mindig igyekszünk úgy összeállítani a gyerekeknek és a családoknak is szóljon valami. Itt vannak a kézműves foglalkozások, vannak zenés, táncos foglalkozások a gyerekek számára. Fontos számunkra az, hogy az egész családnak adjunk egy kikapcsolódást. A Folk Music Fest egyébként idén jubilál, a rendezvény 10 éves. Az elmúlt évek során Szabadka város önkormányzata töretlenül támogatta a fesztivál megvalósulását. A Vigadó azért Vigadó, hogy vigak legyünk, fogalmazott köszöntő beszédében dr. Pásztor Bálint, a szabadkai képviselőtestület elnöke. Magyarság számára és Szabadka számára és Palics számára is kiemelt jelentőségű a Folk Music Fest. Ugye most már 10. alkalommal kerül megrendezésre, úgyhogy jubileumi. És örömömre szolgál az, hogy ők bizonyítják azt évről évre, hogy van értelme a palicsi infrastruktúrát fejleszteni, hiszen azért fejlesztjük, hogy ilyen tartalmakkal lehessen feltölteni, hogy az ide látogatók, illetve a szabadkaiak, palicsiak élvezhessék a művelődési rendezvényeket. A tavalyi Folk Music Fest óta átadásra került az Aquapark, néhány nap múlva a kültéri medencék is, tehát teljes egészében megnyílik a látogatók előtt, és most már akik erre autóznak, láthatják, hogy a víztorony felújítási munkálatai is az utolsó szakaszukba értek. A rendezvény kísérő programjaiként kézműves kiállítók kínálták portékáikat, de bort, különleges sajtokat és kürtös kalácsot is vásárolhattak a látogatók. A felnőtteknek is készültek a szervezők, a Bodros és a Mendikus Tambura zenekar, majd a Fokos zenekar lépett színpadra. A kétnapos rendezvényt pedig Zvonko Bogdan gála koncertje zárja. Első ízben szerveztek családi napot Tiszaszent Miklóson. A rendezvény célja a település magyar közösségének összetartása volt. A Tiszaszent Miklósi Bera Róbert 4 gyermek édesapja. Szerinte a helyi magyar közösség számára sokat jelentenek az ilyen rendezvények. Magyar vagyok, és az én családom is a magyar nemzet nagyon szereti mink ebbe, az életben. Nagyon szeretünk, hogy ez legyen, és így szeressük, hogy így tovább így menjen minden, hogy maradjon így, ahogy van.
ez neki nagyon tetszik, hogy ilyen dolgok. A szervezők változatos programokkal készültek, a gyerekeknek lehetőségük volt lovaskocsival körbejárni a falu utcáit, és felelevenítették az olyan régi, hagyományos játékokat is, mint a pampuska vagy a sántika. A Piros Tulipának van több programja, ez egy új program, amit az idén indítottunk, ilyen családnap. Ez még gyerekcipőbe jár, vannak itt fiatal hölgyek, akik és a Zovó néni, akik szerették volna a játékokkal. Mai nap főleg a gyerekekről, meg a családokról szól, egy pár család, aki főzi a csirkepaprikást. Egy vasárnapot töltsünk el szépen. A gyermekprogramok mellett főzőverseny várta a rendezvényre látogató családokat. A Piros Tulipán környezetvédő és hagyományőrző ápoló egyesület a mai nap egy családi napot szervezett, amely keretén belül az önkormányzatban is Tiszaszent Miklóson élő magyarok összejöttek, önfeledten bírnak egy kicsikét társalogni. A gyerekeknek különböző gyermekprogramok vannak kialakítva, társasjátékok, lovaglás. A családi nap a helyi Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület szervezésében valósult meg, a VMS Csóka községi szervezetének támogatásával. Elrajtoltak a Roland Garros küzdelmei. A francia nyílt teniszbajnokság első számú kiemeltje a férfiak mezőnyében a 37 éves Novák Djokovic. A szerb világelső azonban nem tartja magát a torna favoritjának, hiszen az idei évben eddig egyetlen trófeát sem sikerült megnyernie. A címvédő Djokovic mellett szerb színekben Kecmanovic, Lajovic, Medvedović és Györe László is indul Párizsban. Az entai teniszező már ma este pályára lép Daniel Altmaier ellen. A magyarországi versenyzők közül pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton vesz részt a Roland Garros küzdelmeiben. Eddig tartott a híradó, jönnek még egyszer a nap fontosabb hírei címszavakban. Nemzetek főzőversenye kis piacon. Egy év alatt 22 újszülött jött világra Bajsán. A szabadkai főkonzulátuson már átvehetőek a szavazási levélcsomagok. Szerbia szerte megelőző szűrővizsgálatot szervezett az egészségügyi minisztérium. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Szép estét, viszontlátásra!